Az almaültetvény tökéletes. A termés a fán kiváló. A gyümölcs leszedve ládában is szemed gyönyörködtető és ízletesen finom. De meddig tartható meg ebben az állapotában? 1, 2 vagy 3 hónap múlva már veszít a minőségéből? Azonnal a boltok polcaira kell kerülnie ahhoz, hogy megőrizze értékét, vagy hosszabb távon is raktározható. A titok az almatárolásban van. A sikeres almatárolásnak nagyon sok összetevője van. Az egyik ilyen, a kiemelve az egyik részét, az etilén kezelését. Az etilén az egy növekedést szabályozó hormon. Szükség van rá ahhoz, hogy az alma megérjen, felnőjön, de egy idő után már el kell őt venni, le kell csökkenteni a szintjét, mert ugye ő viszi tovább azt az érési folyamatot, ami egészen a megsemmisülésig juttatja az almát. Mi egy olyan szűrési irányba mentünk el, ahol az etilén molekula méretét vettük alapul, és annak megfelelően a keringetésben megpróbáljuk elválasztani a légtérből a megfelelő etilén molekulákat. Ezt sikerült elérnünk, jelenleg még nem tartunk az ipari mennyiségnél, de megtörtént kísérleti szinten. Az elmélet jónak bizonyult, és ezt fogjuk tovább léptetni. A felső részen gyakorlatilag behelyeztünk almákat. A felső és az alsó részekben ugyanaz a hőmérsékleti viszonyok vannak. Fölül szabályozzuk a levegő és a gáz összetételeket. Amit ebből nyerünk tapasztalatokat, azt ültetjük át a nagyobb kamrába. A szabályozott légterű tárolás az a módszer, amelyben a gyümölcsöt hűtött, annak érés folyamatait lassító, szabályozással fenntartott összetételű levegő veszi körül. Ezeket rekeszekbe, tartályládában tároljuk. A rekeszeknek az a lényege, hogy átjárható legyen a levegő az almák között, és egy ilyen 0,05 méter per szekundum sebességgel folyamatos lágy szellő vegye körül őket. A gyümölcsnek a polcállóságát növeljük, ez azt jelenti, hogy frissként tudják nagyon sokáig bemutatni a kereskedők. Ez egy nagyon nagy hozzáadott érték tud lenni az értékesítésnél. A módszer segítségével 1 évig biztosan lehet tárolni az almát, ami frissen marad és vetekszik a frissen szedett minőséggel. Egy technológiának a megalkotására pályáztunk, és ezt a technológiát meg is alkottuk. A kutatás-fejlesztés mellett a cégünk dolgozik, és építünk hűtőházakat. Jelenleg benne vagyunk egy nagyon nagy beruházásban Újfehérton, ami az ország legnagyobb almatárolója lesz. Itt már üzemszerű körülmények között szeretnénk piacra bevezetni ezt a technológiát. Meggyőződésem, hogy az újfehértói első ilyen projekt, tehát még egy 2-3 fogja követni Magyarországon ugyanezzel a mérettel, hiszen van egy alapvető agrárkérdés, hogy amikor a terményből, amire termék lesz, ez a pénz, ez hol helyezkedik el? Jelenleg nem a gazdáknál van, és a kereskedőknél sem tud még megérkezni maga a termék. Ennek egy ilyen inkubátorja lehet ez az újfehértói projekt, és ebben ezzel a kutatásfejlesztési eredménnyel most jelen vagyunk. Ha a gazda képes az almát leszedése után a minőség megőrzése mellett a kamrában addig őrizni, míg a felvásárlási ár magasabbra megy, már is plusz jövedelmet teremtett magának és a vállalkozásának. Azok a kis termelők, akik jelenleg túl nagy hasznot nem tudnak rajta realizálni. Ha ez a tudásközpont elindul, és összeintegrálja ezeket a termelőket, szakmailag megtámogatja őket, a maga tároló kapacitásából elnyújtja az értékesítési időt arra a pillanatra, amikor a pénz már megtermett az árun, és ezt lekoordinálják, akkor ez egy olyan minta a magyar gazdaságra nézve, magyar agráriumra nézve, amit egyszerűen le kell követni, és egy 2-3 ilyen intézménnyel lehet a teljes ország alma üzletét felvirágoztatni.